Sziasztok, kedves nézőim! A hajók már ősidők óta segítik az embereket a nagy távolságok megtételében. Az elmúlt évezredek során a hajógyártás rendkívüli mértékű fejlődésen ment keresztül. A közelmúltban, főként a múlt században, hatalmas konténerhajók és tartályhajók jelentek meg a tengereken, méghozzá nem is kis mennyiségben. A szórakoztató és rekreációs ipar is új szintre lépett a tengerjárókkal. Folyamatosan nagyobb és nagyobb hajók épülnek, melyek évről évre modernebbek és fényűzőbbek elődjeiknél. Mai videónkban megmutatjuk ezeket a különféle kategóriába tartozó hatalmas monstrumokat, a repülőgép hordozóktól kezdve a tengerjáró hajókon át, egészen a jégtörőkig. Korunk fő globális kereskedelmi rendszerének az alapja a hajózás. Az országok között szállított áruk több mint 90%-a vízi úton éri el a célját. Az áruk volumene rendületlenül csak növekszik, ami egyúttal azt is jelenti, hogy egyre nagyobb az igény az olyan szállítójárművek iránt, amelyek útjuk során a lehető legtöbb rakomány képesek elszállítani. A nagy tételben történő szállítás olcsóbb, környezetkímélőbb és persze hatékonyabb is, mint a kis mennyiségek logisztikája. A hajókat a rakomány típusa szerint két nagy csoportba oszthatjuk. A száraz teherszállító hajókra, valamint a tartályhajókra. Az első csoport tagjai főként száraz rakományt szállítanak, például gabonát, szenet vagy más nem cseppfolyós nyersanyagot. Az ilyen típusú hajókat más néven ömlesztett áru szállító hajóknak is nevezik. A konténerekből álló rakomány szállítását a konténerszállító hajók végzik. Léteznek olyan univerzális hajók is, amelyek a különböző típusú rakományokat egymással keverve is képesek szállítani. A tartályhajók elsősorban folyadékokat és gázokat szállítanak. Ezeknek a tartályhajóknak a rakterei gond nélkül feltölthetők olajjal vagy vegyszerekkel, de gyakorlatilag bármilyen más cseppfolyós anyagot is képesek a fedélzetükre venni. A világ legnagyobb tartályhajója 2009-ig a Nok Nevis volt. Mára már csak a hajó horgonya maradt még épségben, amelyet a Hongkongi Tengerészeti Múzeumban őriznek. A tartályhajónak nehéz sorsa volt és sokszor cserélt gazdát. A tartályhajót egy japán cég tervezte és építette 1974-ben. Története során számos alkalommal átépítették a kapacitás bővítés miatt. Az átalakítás után a szörny vízkiszorítása a rakománnyal együtt, teljesen megpakolva, 657 ezer tonna volt. A hajó hossza 458 méter. A kolosszus mindössze 13 csomó sebességre volt képes. A megálláshoz viszont így is legalább 10 kilométerre volt szüksége. Amikor a tartályhajót az olajterminálra kellett csatlakoztatni, a vontatóhajók nagyon lassan és óvatosan végezték a dolgukat. Nem nehéz elképzelni, hogy mi is történhetett volna akkor, ha hibát követnek el a vontatók egy ekkora méretű hajó mozgatása közben. A tartályhajó teljes terheléssel csaknem 30 méterrel merül a víz alá. Gigászi méretei miatt a hajó nem tudott áthaladni a Suezi csatornán és a Panama csatornán, a La Manche csatornáról pedig azért tiltották ki, mert túl nagy volt az átonyra futás veszélye. Napjainkban a világóceánjain közlekedő tartályhajók közül a dél-koreai tanker az egyik legnagyobb. A koreai tankerhajók főként a 2000-es évek végén épültek, a Daewoo hajógyárban. A vállalat a két másik ipari óriással, a Hyundai-jal és a Samsunggal, a koreai nagyhármast alkotják. A széles portfólióval rendelkező nagyhármas tagjai nem csak autókkal és háztartási gépekkel, hanem hajóépítéssel is foglalkoznak. A hajógyár 4 darab tankerhajót épített, amelyek a perzsa-öböl országaiban a kiemelt kőolajszállítást végzik. A hajók hossza 380 méter, szélességük pedig a legszélesebb pontjukon 68 méter. A tartályhajókat fehérre festették, hogy kevésbé melegedjen fel a napon. A flottából 3 darab már nem vesz részt a teherforgalomban, de tengerparti olajtárolóként még mindig üzemelnek. Lehetnek bármennyire is hatalmasak és tágasak ezek a szupertankerek, mégsem ezek a leghosszabbak a világon. Itt éppen 400 méter hosszú konténerhajók haladnak el mellettük. Az ilyen típusú hajókat általában egy terv szerint több példányban építik meg. Napjainkban több konkurens projekt is fut a világon párhuzamosan. Az óriás konténerhajók közül a legújabb a CMA CGM, amely 2018. februárjában indult el első kereskedelmi útjára. Ennek a konténerhajónak a legközelebbi versenytársa a Samsung Heavy Industries által gyártott MSC. A hajó 400 méter hosszú és a világ első olyan konténerhajójának számít, amelynek fedélzetén 24 darab konténersor helyezhető el. A konténerek használata a teherfuvarozásban nagy mértékben leegyszerűsítette a folyamatokat, csökkentette az áruk szállításának költségeit és lerövidítette a hajóról a végfelhasználóig történő szállítási időt is. Napjainkban az Ázsiából származó áruk túlnyomó részét tengeri úton szállítják Európába és Amerikába. Nagy méretük ellenére a konténerszállító hajók által szállított rakománytömege mindössze fele a tartályhajókénak.
Ez azért lehetséges, mert a konténerben lévő rakomány átlagsűrűsége kisebb, mint a tartályhajókban szállított olajsűrűsége. 2011 óta a legnagyobb ömlesztett áruszállító hajók a Volemax osztályú hajók. A legtöbbjük Dél-Koreában épült. Az osztály azért kapta ezt az elnevezést, mert a hajók a brazil Vale cég által Dél-Amerikában bányászott vasércet szállítják át Európába, Ázsiába és Kínába. Ez a hajóosztály a kiváló példa arra az esetre, amikor nagyobb méretű hajókat is lehetne építeni, de azok már nem léphetnének be bizonyos kikötőkbe, főleg a kínai kikötőkbe. A hajók 362 méter hosszúak, 65 méter szélesek és 400 ezer tonna rakományt képesek szállítani. A monstrumok nem haladnak gyorsan, kb. 28 km/h sebességgel. De az ilyen ömlesztett áruszállító hajóknak nincs is szüksége nagy sebességre, hiszen az a feladata, hogy a legkisebb üzemanyagfogyasztással közlekedjen az óceánokon. A hajó kiszolgálása nem követel nagy számú legénységet. Egy modern kereskedelmi hajón rengeteg rendszer automatizált, és egy 20-30 fős legénység bőven elég az üzemeltetéséhez. Egy ilyen típusú, teljesen megrakott hajó a világon csak két kikötőben dokkolhat. Brazíliában a Ponto de Madeira terminálon, és Európában a hollandiai Rotterdam kikötőjében. A kikötés azonban ezeken a helyeken is csak dagály idején engedélyezett. A hajó évente 10 darab utat tesz meg a kikötők között, főként vasércet szállítva. A sorozatgyártású, vagy legalábbis kis sorozatban gyártott tartályhajók, ömlesztett áru és konténerszállító hajók mellett léteznek egyedi, speciális feladatokat ellátó hajók is. Építettek már óceánjárókat, például nem szabványos, túlméretes rakományok szállítására is. Ezek a félig vízbe merülni képes hajók hatalmas teherbíró képességgel rendelkeznek. A hajókat nagyméretű tárgyak, például más hajók vagy tengerparti platformok mozgatására tervezték. Napjaink legnagyobb teherbírású víziárművét Dockwise Vanguardnak hívják. Ez a platform akár 110 ezer tonna tömegű rakomány szállítására is képes, amely megközelítőleg 11-szerese az Eiffel-torony tömegének. Ezek a hajók speciális ballaszttartályokkal rendelkeznek, amelyeket ha megtöltenek vízzel, a platform képes bizonyos mértékig a víz alá merülni, miközben a főfedélzet a felszínen marad. Ha egy sérült hajót kell például megemelni, akkor az úszótok bemerül a hajó alá, majd kiszivattyúzza a vizet a ballaszttartályokból, és a rakománnyal együtt felemelkedik. Tengerjáró és óceánjáró hajókat nem csak utasok vagy teher szállítására terveznek, hanem építkezésekre is kialakítanak bizonyos speciális hajókat. A Pioneering Spirit a világ legnagyobb olyan típusú hajója, amely tengeri olajfúró platformok szállításával és csővezetékek víz alá fektetésével foglalkozik. A hajó egy svájci céghez tartozik, de Málta és Panama lobogója alatt közlekedik. 2019 végéig a Pioneering Spirit részt vett a Németország és Oroszország között épülő északi áramlat kettő csővezeték építésében. A hajó hossza 477 méter, magassága 382 méter, utazósebessége pedig 14 csomó. A Prelude. Napjainkban ezt a hajó óriást tartják a világ legnagyobb úszóplatformjának. A Prelude valójában nem is egy hajó, hanem egy csúcstechnológiás platform, amelyet cseppfolyósított földgáz kitermelésére és előállítására terveztek. A platform önálló helyváltoztatásra nem képes, ezért mozgatásához speciális vontatókat használnak. Az úszóplatform könnyen ellenáll a természet veszélyeinek, és különösebb nehézségek nélkül túléli még a legerősebb viharokat is. A Prelude három motorral rendelkezik, amelyek egyenként 6700 lóerősek. A platform hossza 488 méter, magassága 105 méter, vízkiszorítása pedig 600 ezer tonna. A Prelude jelenleg az Indiai óceánon, Ausztrália közelében dolgozik. Építése és tesztelése Koreában történt. Egy naptári év alatt a hajó mintegy 3,6 millió tonna cseppfolyósított gáz előállítására képes. A világon valaha rendszerbe állított, összesen 12 darab atommeghajtású jégtörőt, mind a Szovjetunióban és Oroszországban terveztek és gyártottak. A 148 méteres Yamal atomjégtörő még ma is működik. A hajót 1989. október 4-én bocsájtották vízre a Szovjetunióban. A Yamal AK-28 típus acélból készült és kettős testtel rendelkezik. A külső hajótesten a jéggel való ütközés zónájában egy 5 méter magas jégöv védi a hajót, amelynek vastagsága 46 mm. Más részeken a külső hajótest vastagsága 30 mm. A hajótestet fél milliméteres speciális festékréteg borítja a surlódás csökkentésének érdekében.
A külső és belső hajótest közé beépítettek egy mozgatható vízballasztot, hogy a stabilitás minden körülmények között biztosított legyen. A hajótest 8 darab vízálló rekeszre oszlik, középen egy 5 szintes felépítménnyel. A Yamal előrefelé és hátrafelé mozogva is képes jeget törni. A hajtás megfordítása, vagyis az 50 tonnás propeller forgás irányának átállítása 11 másodpercig tart. A világ legnagyobb és legerősebb atomjégtörője azonban az Arktika. A 22-220-as számú projekt nukleáris jégtörői a legnagyobbak és a legerősebbek a világon. Ezeket a jégtörőket úgy tervezték, hogy biztosítsák Oroszország vezető szerepét az északi sarkvidéken, és képesek legyenek hajókaravánokat vezetni a jeges vizeken, akár 3 méter vastag jeget törve fel maguk előtt. A jégtörők mindegyike egy két reaktoros RITM 200 erőművel van ellátva. A reaktorok teljesítménye egyenként 175 megawatt. Ezt az erőművet kifejezetten ezekhez az atommeghajtású hajókhoz tervezték. Az Arktika dupla merülésű kialakítása lehetővé teszi, hogy mind a sarkvidéki vizeken, mind pedig a sarki folyók torkolatánál használható legyen. Az Arktika hossza 173,3 méter, szélessége 34 méter, vízkiszorítása pedig 33,5 tonna. Amellett, hogy a fő feladata a kereskedelmi hajók kísérése a jeges vizeken, a jégtörő az utóbbi időben tengerjáró hajóként is szolgál. Most már gyakorlatilag bárki ellátogathat az északi sarkra a fedélzetén, mindössze 30-40 ezer dollárért. A hajóúton ráadásul étterem, edzőterem, szauna, úszómedence, könyvtár, zeneszoba, valamint egy műholdas televíziós rendszer áll a turisták rendelkezésére. A világ legnagyobb repülőgép hordozója az Egyesült Államok haditengerészetének flottájában szolgál. Az anyahajó Gerald R. Ford 38. amerikai elnökről kapta a nevét. Építése 2005. augusztus 11-én kezdődött, és 2013. november 9-én fejeződött be. A hordozó 2017. május 31-én állt szolgálatba. A Gerald R. Ford anyahajó letaszította a korábbi rekordert, az Enterprise-t a toronról, amely 1961 óta hajózott a vizeken, és 2012. decemberében fejezte be az 50 évig tartó szolgálatát. Az új repülőgép hordozó vízkiszorítása 98,5 tonna, ami 20%-kal több, mint a korábbi rekorderé. A gigászi hajó méretei elképesztőek. Hossza 337 méter, szélessége 78 méter, magassága pedig 76 méter. A hajó gyakorlatilag egy 35 emeletes épület, amely 3 futballpályával alkot egy egységet. Az új hajó üzemeltetése az előrejelzések szerint sokkal olcsóbb lesz, mint az Enterprise-é volt, mivel a személyzet létszáma lényegesen kevesebb. Egy modern repülőgép hordozó legénysége körülbelül 4500 főből áll. A fedélzeti légiflottát 90 darab repülőeszköz alkotja, amelyek között megtalálhatók vadászgépek, vadászbombázók, helikopterek és drónok is. Symphony of the Seas. Ez az óceánjáró a negyedik Oasis-típusú hajó a világon, és napjaink legnagyobb személyszállító hajója is egyben. Annak ellenére, hogy hozban elmarad az elődjétől, a Harmony of the Seas-től 1118 bruttó regisztertonnájával abszolút rekordernek számít. Az óceánjáró hossza 361 méter. Összehasonlításképpen az Eiffel-torony 324 méter magas, a híres Titanic pedig mindössze 291 méter hosszú volt. A hajó szélessége 47 méter, magassága 72,5 méter. A szimfónia 6680 utast képes a fedélzetére venni. A hajón 16 vendégfedélzet, mintegy 2 tucat étterem és 24 darab úszómedence található. A fedélzeten működik továbbá egy vízipark, helyet kapott egy kosárlabdapálya és még egy korcsolyapálya is. Az óriás a világ főbb turisztikai célpontjai között közlekedik. Körútjának részeként az utazók Spanyolországot, Mexikót és Kosztarikát is meglátogathatják. Az útvonalak természetesen sokszor változnak. A hajó bahamai zászló alatt közlekedik. A tengerjáró és óceánjáró hajókról szóló videónk itt véget ért. Lájkold, ha érdekesnek találtad, és ne felejts el kommentelni sem. Hamarosan találkozunk. Sziasztok!